amit körbe fogok adni egy, meg két színben, és kérlek, tapogasd meg. Labda készül a gyerekek számára egyelőre még ismeretlen anyagból. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola elsősei a nemezeléssel ismerkedtek meg a sóstói múzeumfaluban. A foglalkozásokon a diákok múzeumpedagógusok vezetésével, népi játékok és kézműves foglalkozások segítségével kerülhetnek közelebb a hagyományokhoz. Így a tanulók olyan ismeretekkel bővíthetik tudásukat, amit később felhasználhatnak tanulmányaik során. Szeretek ilyen foglalkozásokat csinálni, meg foglalkoztatókat, szeretem az ilyeneket, és az a lényeg benne, hogy legalább tanuljuk meg ezeket, meg hogy felnőtteként is tudjuk ezeket csinálni, meg ilyesmiket, hogy megmutassuk másoknak, hogy kell csinálni, meg mit kell csinálni. A Móricz Zsigmond általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok ne csupán tanórák keretében mélyítsék el tudásukat. Így a tanévet is úgy állítják össze, hogy minél több iskolán kívüli programmal színesítsék a tanulók mindennapjait. A mostani élménypedagógiai foglalkozások is ezt segítik. Itt a helyszínen a hagyományőrzésen van a hangsúly, azokat a régi kézműves mesterségeket ismerhetik meg a gyerekek, amivel már máshol nem találkozhatnak. Itt vannak olyan adottságok, amelyek motiválóak, színes programot biztosítanak a gyermekek számára, és az érdeklődésüket felkeltik. Az élménypedagógiai foglalkozások februárban indultak a nyíregyházi tankerületben, és egészen a tanév végéig tartanak. A programokat az iskolák pedagógusai választották ki, a költségeket pedig teljes egészében a tankerületi központ finanszírozza. Tankerületi forrásból, kizárólag tankerületi forrásból valósítjuk meg az élménypedagógiai program sorozatot. Mind a 19 ezer tanulónk megajándékozása volt a legfontosabb cél. Azt szerettük volna, hogy kultúrához, hagyományainkhoz illeszkedő, valódi iskolán kívüli élménnyel legyenek gazdagabbak a gyerekeink, és minden tanuló, azok is, akik esetleg nem tudnak eljutni egyébként ilyen lehetőségekre, azok is élvezhessék ezeket az élményeket. A sóstói múzeumfalu mellett az általános iskolás tanulók a József András Múzeumban múzeumpedagógiai órákon és interaktív előadásokon vehetnek részt, a Krúdi Gyula Ártmoziban egy filmet, a Móricz Zsigmond Színházban pedig egy darabot, valamint az éppen aktuális kiállítást tekinthetik meg. Még a középiskolás diákok a Nyíregyházi Állatparkba látogathatnak el, ahol megismerkedhetnek a 30 hektáros, Európa-szerte híres park és növény állatvilágával.